Vesztergám Miklós tárogatón adta elő a Szép vagy, Gyönyörű vagy Magyarország című dalt a Dunaföldvári Dunaparton rendezett országzászló emlékmű avatáson. Az országzászló mozgalom 1925-ben indult, melyhez Dunaföldvár is csatlakozott. Ennek eredményeként 82 évvel ezelőtt ezen a napon avatták fel a város lakói a trianoni békediktátum mementójaként az eredeti emlékművet, melynek szoborkompozíciója eltűnt az évtizedek alatt. A helyi lokálpatrióták néhány évvel ezelőtt kezdeményezték egy új felállítását, mely most megvalósult. A helyi hagyományőrző íjászok, a történelmi vitézi rend dunaföldvári tagjai, a város önkormányzata és Jákli Viktor támogatásának köszönhetően. Volt tulajdonképpen közöttünk egy ember, ez pedig Lenvesz Gáber János, kőfaragó mester, akit is külön köszöntök, aki alkotása előtt állok most, és amelyet most fel fogunk avatni, aki talán még láthatta eredetiében, de ha nem is látta, az emlékek alapján és a képek alapján újraépítette nekünk ezt az emléket. Az avató ünnepségen a helyi lelkészek megáldották a szobrot, majd Szávolovics Gabriella énekelőadása közben elhelyezték az emlékezés virágait és koszorúit.